Hülye fejemet! Shit! Kitakarítottam az egeremet egy kicsit, és belevillantottam az arcomba vele. Nem látok semmit. Fuck! Mindegy, hol voltam? Rómánál? Elképesztő! Nem gondoltam volna, hogy ide is visszatérünk, de csak visszatértünk. Hiszen minden út Rómába vezet, ám bár azt is a teljesség igénye érdekében meg kell hagyni, hogy valójában az eredeti mondás az egyházra, a római egyházra utal. Jól állok, mert ugye nem látom, már lassan a monitort sem látom. Na mindegy, ne vegyük ki mindenből a varázslatot, ugye, tehát minden út Rómába vezet. Hölgyeim és uraim, köszöntelek benneteket újra itthon, akár mondhatnám ezt is, a csatorna össz lakosságához képest. Viszonylag sokan vártátok már ezt vissza. És el sem merem árulni, hogy mikor vettem ezt fel. Valójában utoljára, hát az utolsó videót egy-két hónappal ezelőtt láthattátok, de a felvétel időpontja az annál jóval régebbi. A lényeg, hogy itt vagyunk, ugye, azt nézem, hogy Korzikát az alapján időre italikán rész, öt provinciánk van, ugye? Nem motyogjak, mert nem fogjátok érteni. Öt provinciánk van, ha jól számoltam. Nem tudom, hogy a tízes számkörben való összeadás és kivonás az alsós osztályok általános iskolában milyen évfolyamon zajlanak, talán az első évfolyamon már ez megy. Borsokkal, meg almákkal, meg nukleáris robbanó fejekkel, meg ilyesmiket adnak össze a kiskölkök. Úgyhogy kimondottan komoly előrelépést mutathattam fel itt is. Oké. Ha jól látom, akkor itt bizony szükségünk lesz erre a Grove of Nymphs-re. Úgyhogy ezt kénytelen is leszek most megépíteni, amíg még van pénzem. Már azt is hozzá kell rakni, hogy ez az... Ugye a characters az mínusz 18-al belejátszik a történetbe, viszont a katonai jelenléten pedig 16-tal. Tehát hogyha ezt két tényezőt kiveszem, akkor egy mínusz 2-essel vagyunk még mindig a buliban, és a provincial instability, ami még úgy átlagba és normál erőveze, hogyha még a szolgákat is kiveszem, akkor tartanánk plusz 1-ben. A plusz 1 azért ebben a régi építési szisztémában nem egy életbiztosítás. És hát mi az a mínusz 18-as karakter? Feltételezem, hogy ez a kém itt. Jó volna, hogyha le tudnám mészárolni ezt a tetűt, de egyrészt semmi esélyem nincsen rá, másrészt. Hány éves vagy vajon? Jó volna, hogyha tudnám, hogy hány éves vagy, mert... akkor... tudnám, hogy számíthatok-e arra, hogy beledög lesz. Egyéb iránt kinek a kéme vagy? Dalmátok, akik... itt vannak, szóval, hogyha őket lemészárlom, akkor elméletileg te is eltakarodsz innen. Így-e van? Na jó. Sextus Annius Agricola, téged feltételezem, hogy annak idején azért vettelek fel ide, hogy a kultúrát segítsed és lökjed. Azonban, hogyha ezek itt nem lesznek elegendőek arra, hogy a római kultúrát terjesszük, akkor igazán nem tudom, hogy mi lesz elég. Ezért aztán a feladatodat átvarjálom. Mégpedig arra, hogy Itália most jelen pillanatban egy 5000 dénárt fial nekünk, vagy talentum, ezüstöt, teljesen mindegy, fial nekünk per kör. Vagy per év, ezt is mondhatnám. A feladatod az lesz, hogy ezen lökjél valamennyit. Oj! Hoppá! Láttátok ezt itt a jobb alsó sarokban? Ez egy bölcs döntés volt a részemről, úgy tűnik. Már is 4000 a bevételeink. 4000 fölött tartanak a bevételeink. Persze ez rohamosan csökkenni fog. Főleg úgy ugye, hogy itt láttam egy légiót, amit előbb-utóbb szeretnék felszerelni. Oké. Hát veled kitámadhatnánk. És előbb-utóbb Laurszikkal is foglalkozni kell. Nem szeretném hagyni, hogy túlságosan megerősödjenek. Egyelőre viszont nézzük a technológiákat. Technológiák, auxiliárius őrség, Garrison. Ez azért lenne jó, mert ugye a hosszú távú célom, és ezt már régóta-régóta mondogatom, az Hellász. Tágabb értelemben vett Hellász. Első körben példának okáért Kréta. Na, elég komoly mérték. Már... milícia hoplitáik vannak, de a létszámuk jelentős, és azért azzal is csak meg kell küzdeni. Úgyhogy érdemes lesz odafigyelnem rá. A lényeg, hogy amint elfoglalom Krétát, ott szeretnék felhúzni egy 4-es szintű barakot, hogy legyenek auxiliárius, segédcsapatos krétai íjászaim, akik nagyon jók, és szívből szeretek íjászokra támaszkodni, és azt követően pedig mehetnénk is tovább a
Kohl's Organization-nel, ami egy laza 25 évbe fog telni, de akkor már lesznek légiósaink is. És nem tudom, hogy meddig fog futni ez a sorozat, de addig azért még jó volna, hogyha ki tudnám futtatni, hogy legalább lássunk légiósokat a csatamezőn. Oh yeah. Ha visszaemlékeztek, amikor kezdődött ez az egész Let's Play móka, akkor ez a technika még jóval előrébb volt valahol itt. Bőven a Management második tírjében szerepelt ez még, ami azt jelentette, hogy Róma viszonylag hamar, és nem viszonylag, hanem kimondottan hamar, főleg, hogyha ráfeküdt, nagyon hamar légiósokat tudott kapni a hármas hadrend helyett. Hát ez most már nincs így. Na jó, a pofázást félretéve elkattintok erre, menjünk ezzel, Tactical Drills, Rómában vajon építek-e gyakorlóteret? Az még egy érdekes kérdés lenne. Ez... Fabrica Siege Engineers Workshop. Fabrica, ez valójában latin, de ez pedig angol, tehát a kiejtés az teljesen más. De ne zavartassam magamat, elvégre sem latinul, sem angolul nem tudok ettől kezdve, bár baromira mindegy, hogy hogyan ejtem ki. Irgalmatlanul komoly fejlesztési időszaka, beszélni se tudom, magyarul se tudok, nem latinul és angolul, magyarul se tudok, baszki. Elnézést kérek mindenkitől, 22 évbe telne az, hogy ezt a technológiát kifejlesztem, tehát előbb-utóbb csak kinyugodom komolyan. Ez nagyon brutális. És ennek oka feltételezem az, hogy az új római végigjátszásom, amit már az Emperor Editionben indítottam és nem kamerák előtt, ott az új építési szisztémában nagyon könnyű a legnagyobb városokban, sőt a városok 60-70 vagy akár 90%-ában egy-egy könyvtárat fölépíteni, ami igazán jól megrúgja a fejlesztéseket. Van-e egyáltalán könyvtáram? Nem, egy darab sincs, ugye? Esetleg még itt Burundi? Nem. Nem, egyszerűen annyira szükségem van ezekre az amfiteátrumokra és társaira, a közrend fenntartásához. Hát nézzétek meg, a régi építési szisztémában olyan igazán komoly, kedély állapot csökkentő épületem egyáltalán nincs is. Egyáltalán nincs is. Ez a két hármas szintű halász település, és ezen kívül már elnézést a vulgaritásért, de lófasz. Nincs konkrétan kedély állapot csökkentő épületem, semmi. Ez a két hármas halászhajó, és kicsöngettek. Na jó, meg ugye a települések is kaját esznek. Az összes többi kivétel nélkül gyakorlatilag növeli a közrendet. Mind az összes épület. Az összes. A templomok, meg a szökőkút és az amfiteátrum, és így vagyok plusz 6-ban. Így retrospektíve azt kell, hogy mondjam, hogy értem, hogy miért van bevezetve az új építési szisztéma. Az Emperor Editionben még úgy is, hogy annak idején húztam a számot, hogy így könnyebb lesz az játék, oda kell, kevésbé kell oda figyelni, hogy mit kell építeni, de az az igazság is, hogy ez ridiculous, gyerekek, ez ridiculous. Ez maszki. Fájdalmak adom. Ó, és most nézzem, persze Epidamnoszt is elfoglaltuk, azonban itt a Classis Mácia őrködik. Jó. Lényegében elegendő erővel, Spárta, itt nem tudom, hogy mi a szart művel, jaj, Apollónia Spártája, aha. Larissa Athéné, Bella még talán a makedónoké. Aztán lehet, hogyha a teljes felderítettséget elérem, akkor kiderül, hogy már baromina nincsenek is makedónok, de talán nem ez a helyzet. Ha fel tudom velük venni a diplomáciai kapcsolatot, akkor igen. Persze Rómával vagyunk, úgyhogy utál mindenki minket, mint a szart. Tehát a diplomácia panelt azt egy az egyben nyugodtan el is felejthetem, mert lényegében semmi szükség nincsen rá. Tehát sok pofázásnak, ugye, sok beszédnek sok az alja, és az még rendben van, hogy szeretek pofázni, pusztán az nem annyira beszélni szeretek, hanem elmagyarázni, hogy mit miért csinálok, hogy értsétek, és még így is azért merülnek fel kérdések a kommentekben. Egyszerűen azért szeretek beszélni, hogy érthető legyen, hogy mit miért csinálok, de igazából most csinálni sincsen most már mit, nem hogy beszélni. Tehát rátérhetnénk a tettekre is, ugye? Például a kokáért megütjük-e a dalmatákat? Dalmatákat. Szerz egy kis kutyát. Hát 140 kis kutyát, persze. Na jó van, dalmát barátom neked kicsöngetnek. Most már. El kellene veled számolnunk, mert a másik provinciában is.
Csak bajt okozol, és lejátszuk-e az ütközetet? Hát, legyen ez a jutalomjátékunk? Szeretnétek ezt látni komolyan, vagy most csak pörgessük le? Ugye attól tartok egyébként, hogy nagyon sokat kell most foglalkoznom az újonnan elfoglalt provinciákkal, és nem tudom, hogy mikor fogunk újra csatázni, ezért aztán amondó vagyok, hogy játsszuk le. Aztán legfeljebb majd a kommentekben anyáztok engem, hogy teljesen fölösleges volt, de hát akkor meg már mindegy nyilván. Hadd szóljon, nem? Meg is érkeztünk tehát a harc mezőire, hölgyeim és uraim, és itt a seregszemle környékén jutott eszembe az is, hogy még régebben volt egy a kommentekben egy beszélgetésem egy nézőmmel, aki azt kérdezte, hogy a Hastatic jobbak-e, vagy pedig a Soki Hastatic, és végeredményben arra jutottam, ha jól emlékszem, hogy olyan ordinári különbség nincsen, de talán egy fokkal inkább érdemes a Hastaticot képezni ki, és elfelejtettem megemlíteni egy nagyon-nagyon erős érvet. Ezért elnézést kérek, pedig tulajdonképpen ez egy csata döntő érv is lehetne ebben a felmerült kérdésben. Az pedig a következő: Soki Hastaticot, amint elvégzed azt a fejlesztést, hogy légiósokat lehet képezni az egységeidből, a legjobb tudomásom szerint nem lehet fölfejleszteni légiósokká, ellentétben a normál Hastaticokkal, vagy Hastatusokkal, bocsánat, Hastati vagy Hastatus, és a Hastatusokból képzek több számot. Mint említettem, nem értem, hogy miért kutyázom magamat, emiatt folyamatosan elfogom cseszni, de hát mindegy. Én tehát mindenkinek azt javaslom, hogy inkább hanyagolja ezeket a srácokat, a Soki Hastatusokat, és inkább Hastatusokat képezzen, mivel azokból később teljesen biztosan, őróluk nem tudom, de azt hiszem, hogy nem, de a Hastatusokból később teljesen biztosan lehet légióst képezni. Nagyon egyszerűen tényleg, tehát rákattintatok, kijönne egy ilyen kis nyomtok egy nyilacskát, és kész lesz. És ugye mondanom sem kell, hogy azok már jóval komolyabb harcértéket képviselnek, mint a kiinduló Hastatusok. Tehát igen, az oka az, hogy én ennek ellenére mégis ezt a speckó légiót felszereltem, az azért, hogy lássatok valami különlegeset is. Lényegében ez, amit még szerettem volna elmondani. És újfent egy nézőm kérte, hogy majd tekintsük meg azt is, hogy a bal listának milyen hatása van. Az igazság az, hogy azt is ígértem, mondjuk, hogy ilyen kis post-it cetliket fogok használni, hogy ezeket fejbe tudjam tartani. Természetszerűleg nem kerítettem más sort, hülye fejemet azt. De legalább arra emlékszem, hogy kértetek valami hasonlót, hogy a ballisztákról mutassak néhány vágóképet. Tehát itt volnánk. Illír. Ajj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 
társaim nem csalnak, ugye? Nebi Hoplites, így van. Haladnak a soraink felé. A háttérben valahol kell, hogy legyen lovasságuk is. Hú, de elrejtőztetek, édes fiaim. Így van. Nem gondolnám, hogy nagyon komoly károkat fognak okozni, de azért abban teljesen biztos vagyok, hogy a vonalainkat elérik. Most nyilvánvalóan lehetne azt csinálni, hogy kihozom a lovasságomat, bekerítem őket, egyáltalán taktikázunk, vagy valami. De én amondó vagyok, hogy inkább nézelődjünk, legyen ez az ütközet magáé, a vizualitásé. Nem egy olyan ütközet, ahol nagyon komoly veszélyben forgok, maradjunk ennyiben. És próbálom kihasználni azt, hogy most kimondottan nincsen szükség arra, hogy folyamatosan madártávlatból kattingassak. Inkább csak nézegődik. Az illi rovasság, mint pedig a gyalogságot. A szoki háztátuszokat vették szépen. A lovasságuk nem tudom most éppen mi az Isten próbálkozik. Talán át akar jönni a másik oldalra, tényleg nem tudom. Ezzel mindössze annyit érnek el, hogy gerejt kapnak az arcukba. Tehát ez... Teljes sötétség, hogy a lovasságuk mi azt a szentségét. Jó. Igen. Teljes sötétség, hogy a lovasságunknak mi volt az elképzelése. Azonban azt is meg kell hagyni, hogy az illi hopliták nemzetük legjobbjai. Ezért aztán látható, hogy kiválóan kitartanak. Azért a hátsók kapnak némi gerejt is. Ha jól vettem észre. Így van. Ezt mérsékelten szeretik. Rón 2-ben érdemes megjegyezni, hogy valamilyen oknál fogva
a gerelyek a páncértott célpontok ellen nagyon jók. Ha visszaemlékeztek, akkor a Róm 1-ben hát is, de talán egy fokkal kevésbé voltak hatékonyak. Az biztos, hogy az íjászok, a pajzsosok és általában a páncél a vért ellen még ennél is kevésbé voltak hatékonyak. Itt már azért úgy potyognak tűnik. Hopp, és a saját emberem is sajnos kapott a hátba igerejt, de hát a popszakma már csak ilyen. Azon is gondolkodom egyébként, hogyha már így elbeszélgetünk, miközben nézzük a... Jaj, messzám felett volna beengedni. Azon gondolkodtam, hogy miközben így nézzük a mészárlást, talán nem kellene belengetnem, mert ígéretnek veszitek, de az jutott eszembe, hogy még amíg így van némi időm felvételeket készíteni, és az Attilát várom, és várjuk, feltételezem, hogy sokan, a nézőim közül is sokan tőletek. Elkezdtem úgy magamban szórakozni az eredeti régi Barbarian Invasion-nel, és nyertünk. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy néhány felvételt talán abból is elkészítek, azonban valami... gerelyekkel lemészároltuk őket, jó. Azonban nem egyszerűen azt szeretném csinálni, hogy mondjuk egy csatát fölveszek, vagy a kampányom a Kelet-Rómával nyomom egyéb iránt, a kampányomnak egy szakaszát fölveszem, vagy ilyesmi, hanem arra gondoltam, hogy a saját szubjektív Róm top 5-ömet vagy top 10-emet csinálom meg. Még nem gondoltam ki teljes egészében, de akkor ebben szerepelne Róm 2 is, az eredeti Rómból néhány felvétel, a Barbarian Invasion-ből. Nem tudom, tehát majd így kitalálom, de... Még egyszer mondom, ne vegyétek ígéretnek, csak így szöget ütött a fejembe, hogy hát, ha jó volna, és jól fogadnátok. Szerencsétlen embereket úgy nyomtuk le, hogy oda sem figyeltem rájuk, egyszerűen közben teljesen másról beszélgettünk, de azért a becsületükre legyen mondva, hogy a szószoros értelmében az utolsó emberük kikarcolta, és 45 rómait a más világra küldtek. Accia Larentia, vagy Larentia. Anya Föld istennőhöz eléggé nehéz besorolni Lárenciát. Rosszmájú görögök azt is írták róla, hogy hetéra volt, de valószínűleg inkább hát egy eléggé súlykolt fogalmi használattal, de mondjuk a Földanyának feleltethető meg, ahová most harcosaink visszatértek. Ezt a képernyőt meg már kurvára unjátok és azt mondjátok, hogy menjünk már végre a stratégiai térképre, ugye? Na jó, oké, legyen így. Róma tehát hasonlóképpen pacifikál, mondjuk így. Azt is érdemes azért megfigyelni, hogy a Szokihásztátik 56-os. Tehát 56 ember tettek harcképtelenné. Ezzel szemben az illíriaiak 45-öt. Ez a gerjeknek is köszönhető, illetőleg annak is, hogy a Róm Total War, meg általában a Total War-ok kőpapír ollójában a gyalogság ellen a kard valamilyen oknál fogva jobban kezelhető. Ez azért a valóságban nem ilyen baromi egyszerű, de... Nem a valósággal játszunk, hanem a Róm Total War-ral nyilvánvalóan, tehát az ő szabályszerűségeiknek kell megfelelnünk. Visszaviszem a haderőmet Delminiumba, már csak azért is, mert finoman szóval a helyőrségem nem túl izmos. És egyébként is még hagyni szeretném a lázadókat minimálisan megerősödni. Független attól, hogy ezzel jelert veszélyeztetem némileg, de... Ez még mindig egy kimondottan unfair ütközet lenne, azt hiszem. Azért nyilván egy teljes 20-as sereget nem fog hagyni neki fölállítani, mert akkor esetleg elveszíteném ezt a települést. És nem azért harcoltunk ezért, hogy aztán kiengedjem a kezemből, de egyelőre ez így marad. Na jó, 218 Krisztus előtt és tavasz, nézzünk nyárt. Nyarat.